Sziasztok! Holnok Márté vagyok a Joynet-től, és alapítótársam Pál Dének. De most már Sopressonnak hívnak minket, mert a Joynet-ről kiderült, hogy a natívok azok ilyen Joynet-nek értik, és azt hiszik, hogy így a gatyánnal akarunk konkurálni, ami így a mi történetünkben nem feltétlen jó. Te megpróbáltad elindítani? Nem, elszabasított. Na igen, ez az egyik viszonylag nagy probléma. Most még nem haltál. Figyelj, bemegyünk Facebookon. És akkor kapunk egy ilyen rövid linket. Ez az egész koncepció még a tavalyi Startup Underground-on jutott eszünkbe, ahol is volt egy tweet fal. De így maga a beszélgetés, ami a színpadon zajlott, és a tweet falon, az viszonylag így nagyon egyre kezdett távolodni egymásnak, akkor kitaláltuk azt, hogy ezt meg lehetne csinálni jobban. Egy ideig így ezen gondolkodtunk, lényegesen elmentünk egy Startup Weekendre a Collabs-ba. Innen látom, hogy ott van a Zsolti, ezt valahol nekik is köszönhetjük. És ott ez koncept így kapott egy pici lökés, és akkor így kitaláltuk, hogy megcsináljuk. Tehát mindenki, aki elmegy erre a gyönyörű kis oldalra, lényegében látja magát az előadást, tud kommentálni, meg így be tud szólni embereknek. Tehát így az egész koncepció alapja, hogy, így magát ezt a prezentációt erre a broadcast jellegű modellről valamilyen peer involvement jellegű modellre le kéne cserélni, mert annyi csomó unalmas előadást végigültünk, hogy igazából csak jó lenne már így beleszólni abba, hogy merre menjenek a dolgok. És ezért álltunk neki ennek az egész történetnek, aminek így a technológiai vonatkozásáról kedves tapasztalt kollégám Dénes fog beszélni. Köszönöm, sziasztok, Pál Dénes vagyok. Igen, mert itt is az ábra. Én vezetem a fejlesztést a Sopressonnál, és a architektúráról szeretnék egy pár szót beszélni. Alapvetően három részből áll a rendszerünk. Van egy web mobil felett, amit most ti is megnyitottatok a böngészőbe, ez kommunikál egy központi szerverrel, WebSocket kapcsolaton, és van egy harmadik rész, ahol pedig, igen, ami pedig maga az desktopon fut, és a screenshotokat küldi el a felhasználókatok a telefonjára, ugyanis mi nem értelmezünk, interpretáljuk a prezentációkat, hanem a kimenetből dolgozunk, és a screenshotoknak a változását érzékeljük. Igen, úgy gondolom, hogy azért mindent elmondtam, itt egyszerű. És ami talán jobban ki lehet fejteni, ugye a mi rendszerünknek a skálázható része az a Node.js-t futtató rendszerek, amik a WebSocket csatlakozásokat fogadják, és ezek a rendszerek ugye átmegy egy load balanceren keresztül, és különböző instanszok korlátlan számú indulnak belőle, és ezek egymással egy Redis csatornán keresztül, a Pupsilon keresztül kommunikálnak. Van valami kérdésetek ezzel kapcsolatban? Jó. Akkor köszönjük szépen! A műsor házigazda... Igen, megy. Tehát ez egy ilyen nagyon alfa fejlesztő verzióban van, de ki van és működik. Tehát aki úgy gondolja, hogy szeretné kipróbálni, annak adunk egy exit, és a belső alfa tesztelői rendszerünkbe bekerül, elindíthatja a prezentációját, és lehet rá csatlakozni. Persze, megy, igen. A második kérdés pedig az németen a helyet írtam be, én de szinte nem ez volt, hogy milyen üzleti volt. Erről a Máté tudná egy kicsit bővebben beszélni. Van egy pár ilyen próbálkozás a palaton, de nálunk viszonylag alacsonyabban tudjuk tartani a változó költségeinket, ezért meg szeretnénk csinálni az első freemium modell, ilyen audience response systemet. Lényegében külön csomagok lennének havi előfizetéses alapon magának a professional presentereknek, és szerencsére viszonylag sok megkeresést kapunk rendezvényszervezőktől és cégektől is. Mérhetővé tudjuk tenni az információ átadásnak a mienségét.
Tehát, hogy ugye egy adott oktatáson mennyire értik meg az emberek a dolgokat. Viszonylag sok mindenre jó, hogy kiderüljük, hogy mire a legjobb, hogy kiterítsük, hogy mire a legjobb, és akkor igazából arra fogunk legjobban rákoncentrálni, de szeretnénk egy átfogó megoldást nyújtani. Ugye 60 kompetitorunk megvizsgálás után arra jutottunk, hogy igazából mindenki így 6 funkciót csomagol újra kettesével, hármasával, és azt mondja, hogy ez erre a cél megoldásra jó. Pedig ugye egy adott ember több, tehát mondjuk ilyen, hogy ez event networking-a, vagy ez event Q&A-ja, vagy ez szemináriumi kapcsolattartó-a, vagy ez előadásnál involvement-a. És igazából csomó olyan use case képzelhető el, amikor egy ember élete során, vagy akár egy héten belül több az elmúlt, vagy az előfelsorolt use case-ek között többbe is beleesik. Tehát mondjuk egy tanár tart szemináriumokat, előadásokat, de néha konferencián is tart előadást. A jelenlegi felállás szerint neki 3 ilyen audience response rendszert kellene használnia, és nagyjából nem használják őket. Mi egyébként ilyen software as a service alapon gondolkodunk, eddig ez viszonylag működőképesnek tűnik. Nekem lenne egy technikai kérdésem. Arrétok az. Lesz-e valahol publikus napja, vagy valami ilyesmi, amit a meetupos, előadásos, tehát az volt a kérdés, hogy lesz-e publikus napja, és mindenképpen tervezzük, hogy más programokkal össze tudjuk kötni a rendszerünket, vagy hogy tudjuk integrálni bármilyen más meglévő rendszerre, igen, akár egy Twitter fallal is, hogy végül is ugyanaz legyen a kimenet, amiért. Közben van egy olyan kérdés, hogy miért több így kérdezni, mint szóban? Hát igen, egy 6000-es konferencián nem biztos, hogy van rá lehetőség, hogy mindenkinek a kérdésére sok sor kerüljön, és igazából amikor az ötlet kipattant a fejünkből, akkor egy hasonló helyzetben voltunk is, hogy véleményünk szerint nagyon jót szerettünk volna kérdezni, de nem maradt ránk idő, mert 3 kérdése lett volna idő, és jött a következő előadás, hogy most sem tudom már megjegyezni, hogy ki volt az első előadó, és szívesen kérdeztem volna tőled, de később jutott az eszembe, ekkor nincs rá semmilyen struktúrált lehetőség, csak ha a kávézóba oda megyek hozzá, de már el is felejtettem, hogy hogy néz ki. Ellenben, hogyha... Igen, köszönöm. Ellenben, hogyha egy ilyen struktúrált rendszert biztosítunk arra, hogy az információ áramlás a prezentációk előtt, közben és utána az korlátlan legyen, akkor úgy gondoljuk, hogy sokkal több kapcsolatot lehet létrehozni az előadó és a hallgatóság között. Még valaki élőben esetleg? Billentyűzet nélkül? Védőháló nélkül? Lódita! Technológiai vagy üzleti? Üzleti, hogy elfogy a pénz. Tessék, technológiai? Üzletire Máté, meg a motivációt. Lényegében ugye a status quo ellen játszol, tehát az emberek tök jól elprezentáltak itt pár ezer évig így ilyen eszközök nélkül, és az embereknek a nagy része izgul, vagy tehát, hogy alapból egy stresszornak éli meg azt, hogy neki prezentálnia kell, és emiatt az ilyen plusz túloktól inkább menekül. Viszont emiatt ez viszonylag egy nagy ilyen edukációs probléma lett, amikor inkább technikai problémáként kezdődött számunkra az elején. Tehát ebbe ami megnyugtató, az, hogy az ilyen prezentációs technika oktató, ők látják benne azt, hogy milyen plusz dinamikát tudsz beletenni egy előadásba, hogyha már alapból úgy készülsz rá, hogy ezt a toolt használni fogod. Egyébként meg egyértelműen a sales legnagyobb problémánk jelenleg, mert ugye még nincs kész, így eladni se lehet. Tehát így... Reméljük, hogy majd megnyugtató eredményeink lesznek ezzel kapcsolatban. Onnantól, hogy kész lesz, tehát hogy... Tervezünk minél...
az amerikai piacra való bevezetésének látjuk értelmét egy ilyen technológiának. Tehát ez olyan trekkel? Igen. Megnyugtatóak voltak a válaszaik erre. Vannak kanadai alfa-teszterünk, van új-zélandi alfa-teszterünk, akik így használják. Tehát igen, ez egy kulturális kérdés. Az amerikaiak inkább abban látják az értéket benne, mert ugye ott pont az ellenkezője van, mint itthon, ott mindenki akar kérdezni. És ebből jön az, hogy sokan ebből ilyen visibility dolgot csinálnak, hogy csak azért kérdezzenek, hogy fölálljanak és kérdezhessenek. És hogy így megnézzék őket. Itt ez a szavazás része, tehát hogy itt tényleg azt a kérdést tudja az előadó megválaszolni a végén, a sok kérdésből, ami a közönséget, mint tömeg érdekli, hogy arra jött a legtöbb válasz. Tehát ők ezt nagyobb value-nak látják benne, mint mondjuk itthon azt, hogy valaki azért merít beírni a kérdést, mert egyébként szégyellős felállni, vagy ilyesmi. Köszönjük szépen! Mi köszönjük? Bocsánat, mindjárt köszönöm a szót.